A gyermekvédelemben dolgozók, pedagógusok, ügyészek, háziorvosok, civil szervezetek, rendőrök számára megrendezett konferencia egyik témája az Emberi Erőforrások Minisztériumának egységes módszertani útmutatója volt, melyet nemrég adtak ki a gyermekbántalmazás felismerésére és megszüntetésére. Ez főképp arra mutat rá, hogy a gyermekvédelemben foglalkozó szakembereknek mi a teendőjük, ha gyermekbántalmazás gyanúja merül fel. A szakmai program másik témája a hivatal júniusban elkészített bűnmegelőzési jelentésének megtárgyalása volt. Mentuszné dr. Terék Irén hivatalvezető ennek kapcsán elmondta, két dologra összpontosítottak ebben a jelentésben. Egyrészt, hogy hogy alakul és mit lehet tenni a gyermek és fiatalkorúak körében tapasztalható drogfogyasztás esetén, hogyan lehet ezt megelőzni, milyen lehetőségek vannak a kezelésre. Másrészt pedig, hogy a gyermekeknél meg tudjuk előzni a bűnelkövetést, vagy éppen az áldozattá válást, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak mennyire lehet a hatékonyságát, az együttműködés hatékonyságát bővíteni. Dr. Szajlai József vezető ügyészhelyettes a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos tapasztalatokról számolt be előadásában. Jelenleg 20 büntetőeljárás indult, illetőleg van folyamatban az EGRI járási ügyészség előtt. Emellett a tartási kötelezettség, elmulasztása, vétsége miatt indult eljárásokat említeném meg. Ezek korábban is nagy számban fordultak elő, most is ilyen 20-25-ös számban tudnék róluk beszámolni. A konferencia résztvevői előadásokat hallhattak ezen kívül. Többek között a járási gyámhivatalok feladatairól, a deviáns magatartások kezeléséről és a drogprevencióról is.